Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Ipolyságról, vasútállomás, a felvételi épület utcafrontra. És itt van annak a csatlakozó buszok is, nézzük hova lehet menni. És ez pedig a másik menetlen, közvetlenül az állomás előtt. Akkor mindjárt megnézem a vágányfeled oldalt, és jelentjük, hogy ki van írva magyarul is. Valószínűleg egyébként csatára lehet innen elmenni. És onnan pedig ugye az a Párkány Léva közösszi vicinál is ott csatlakozik. És akkor itt vannak a vágányok, és ott arrafele már, azt mutattam a korábbi videóba. És ott az épület túloldalán pedig már a Kevence fele vezető út van, és az már a határ. Illetve pont hogy az út meg a vasút között van a határ. És akkor erre fele van csata. Körülbelül egy óra múlva aztán fog jönni egy vonat, hát az nem rajtam múlik, hogy meg fogjuk-e várni. Akkor a vágányok felől, a felvételi épület. 14.52-kor fog jönni csata felől egy vonat, ugye arról. És a másik vonat pedig 15.12-kor fog menni, és egyébként a Dégei Palánki az itt a legszélső. És egészen a határig megvannak a vágányok. Ott még az őrhelyen túl is megvan kihúzóként. És ezt nézzétek! Egy alakjelző és egy kiállított gőzös. És ezt nézzétek, itt egy bicikli. Az állomás épület körül. De hogy ez hogy került ide? Akkor még 5 perc múlva fog jönni egy vonat. Ott csata felől, az irányból, és a menet irányváltás után tudsz volán fele tovább menni. Vagyis hát Zólyom, aztán az a magyar neve. És hát igen, az átváltott pirosra a fénysorompó. Lement a sorompó, mindjárt jön. És onnan fog jönni a vonat. Igen, a Bözö. És akkor Ipolyság, állomás egy BC-vel. És akkor legyen az a záró két. Sziasztok!